Szóval három kanca, bontuszi, és a Daninak a két kancája. Hát jó időm nincs, Árpikánk lebetegedett. Így kezdődött fél hétkor a életem. Galambokkal jól állunk. Vigyázz! De érdekes, nem ijednek meg a galamboktól. Anyus, ha meg vagyunk, mehetünk trappot. Ugye ők voltak már padikba. Te jön a nagy kance előre, az se baj. Te bontuszi. Nagy kanca. Gyere édesként, de jó indulatú az összes. És akkor a Daninak a másik két kancája. Hirtelen jött egy láz, neki 40 egész fél, puf, gyorsan, mit csinálunk, megijedtünk, fosott, minden baja volt. És körülbelül ez volt délbe, vagy 11 órakor, 6 órakor tünetmentes, azóta olyan, mint az ördög. Hát talált ki, hogy mi történhetett. Hogy mi kaphatta el hirtelen, és hirtelen vissza is állt minden. Tehát bontuszi, Dani nagy kanca, és a Dani kis ördögöcske, ő vele volt baj a hátsóval, így van. Így van, de hát nem tudom mi lehetett. Ele van fagyva minden. A stropek ez nem rossz. Jó, van, megnézte a galambokat. Na most megnézte a galambokat, látod? Na. Jó.